Barcelonában a spanyol szövetségi kapitányt hibáztatják Gavi súlyos sérülése miatt. Meglepő névvel pótolhatja a hónapokra kidőlt Vinicius Junior a Real Madrid. A Manchester United Antoine Griezmannnal turbozná fel a támadó játékát. Az olasz válogatott vitatott körülmények között vívta ki az ebén való részvétel jogát. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka tv ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb foci hírekről. Az Európa-bajnoki selejtező sorozat tizedik fordulójának hétfői játéknak Csehország, Szlovénia és Olaszország képében újabb három válogatottnak sikerült kivívni az egyenesági kiutást a jövő évi Németországban rendezésre kerülő kontinens viadalra. A csehek Moldávia, a szlovének pedig Kazasztán hazai pályán történő legyőzésével, míg az olaszok az Ukrajna otthonában szerzett egy pontnak köszönhetően váltották meg a jegyüket a 2024-es tornára. Utóbbi egyébként a címvédő végig kézben tartotta a meccset, a 93. percben azonban alig, hanem minden olasz játékos és rajongó a szívéhez kapott, amikor is Mihályló Mudrik a taljánok 16-osán belül elesett, és elsőre úgy tűnt, hogy ez Brian Cristante belépője nyomán történt. A spanyol Jesus Hill játékvezető sípja azonban néma maradt, és a var sem látott szabálytalanságot, pedig ha az ukránok büntetőt kapnak, és azt értékesítik, akkor ők jutottak volna ki egyeneságon az ebére, az olaszok pedig rájátszásra kényszerültek volna. Így viszont a lefújás után a Squadrazzura örülhetett, és volt miért ünnepelniük tegnap számára legjobbjainak is, annak ellenére, hogy kettő egyes vereséget szenvedtek hazai pályán Finnországtól. A mini állam csapata ugyanis azzal, hogy a dánok és a kazakok után a finnek kapuját is be tudta venni, történelmet írt. San Marino ugyanis korábban még soha nem tudott három egymást követő mérkőzésen is gólt szerezni. Ahogyan a Skóká is írja, az Olaszország által körülölelt nemzet válogatottjának most már csak a 127 óta tartó nyeretlenségi sorozatának kellene véget vetnie. Ahogyan arról a tegnapi videónkban is beszámoltunk, felemásra sikeredett a Paris Saint-Germain saját nevelésű középpályásának, Valenzaire Emmerinek a debütálása a francia felnőtt válogatottban. A 17 éves játékos ugyanis rögtön az első meccsén betalálta a Didier által irányított nemzeti csapatban, amely szombaton az ő góljának is köszönhetően 14-0-ra verte hazai pályán Gibraltár csapatát az elvés selejtező sorozat 9. fordulójában. Ugyanakkor a találata előtt olyan kemény rúgást kapott a bokájára, le kellett őt cserélni, így mindössze 16 percet tölthetett a pályán. A sérülését okozó belépőt látva még az is benne volt a pakliban, hogy esetleg bokatörés szenvedett, azonban szerencsére ezt a PSG orvosai által tegnap elvégzett vizsgálatok kizárták. Igaz, ebben az évben így sem léphet már pályára a fiatal játékos. Mindezt a Párizsi Klub jelentette be egy hivatalos közleményben, amelyben azt írták, Zaire Emery közepesen súlyos bokaficamot szenvedett, és előreláthatólag csak a téli szünet után, azaz 2024. januárjában térhet vissza az edzésekre. Yeah. Olaszországi sajtóhírek szerint az AC Milan szeretne egy cserebal hátvédet igazolni Teo Hernández mögé, és az egyik fő kiszemelt a Real Betis erőssége, Juan Miranda. A rosszon érit meglehetősen komoly sérülés hullám sújtja ebben a szezonban, ami főleg a védelmet érinti érzékenyen. Ebből a sorból jelenleg a csapatkapitány Davide Calabria és Pierre Calulli sem áll Stefano Pioli rendelkezésére. Ám ha ők még egészségesek is, a baloldalon, oldalon akkor is akadnak problémák, mert a keretben gyakorlatilag csak egyetlen vérbeli és megfelelő rutinnal felvértezett bal hátvét található Teo Hernández személyében. A 26 éves francia légiós egyértelműen világklasszisnak számít a posztján, azonban arra még ő sem képes, hogy egy szezon minden tétmeccsét lehozza. Eddig az évad során a bajnokok ligájában mindegyik mérkőzésen kezdő volt, a szériában pedig három alkalommal hiányzott, ebből kétszer kisebb sérülés, egyszer pedig eltiltás miatt. Ezeken az összecsapásokon az alaphelyzetben jobb hátvéd, Alessandro Florenzi szerepelte a védelem bal oldalán, már csak azért is, az erre a posztra szánt fiatal, mindössze 17 éves Davide Bártezági még rendkívül tapasztalatlan, ráadásul az elmúlt időszakban ő is sérüléssel bajlódott. A megoldást egy bal igazolása jelentheti, amire leghamarabb januárban kerülhet sor, és az olasz sajtó szerint a Milánnak meg is vannak a kiszemeltjei. Az első számú jelölt Juan Miranda a akinek egyik nagy előnye, hogy a szezon végén lejár a szerződése a Sevillai Egyesületnél. A 23 éves barcelonai nevelésű játékos már a spanyol válogatott is bemutatkozhatott, és jövő nyáron ingyen megszerezhető lesz, de a Milánnál abban bíznak, hogy az előbb elhangzottak miatt januárban nyomott áron megszerezhető lesz. Egyes források szerint a piros peketék Miranda-val már meg is egyeztek a személyes feltételekben, illetve már tette ki a egy 3 millió eurós ajánlatot a Betisnek, amit azonban a spanyolok elutasítottak már csak azért is, mert a vételár 40%-át át kell majd utalniuk az FC Barcelonának. Mivel a bal iránt más klubok is érdeklődnek, például a Borussia Dortmund, így Sevillában abban bíznak, hogy az említett összegnél azért valamivel többet kaphatnak érte januárban. Látogass el partner oldalunkra a büntetőcom ahol a friss foci és egyéb sportágakkal kapcsolatos hírek mellett elemzések, sportszakmai tartalmak, könnyed ismere terjesztő cikkek, portrék, illetve a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel készített exkluzív interjúk is várnak rád. Az oldal pontos elérhetőségét megtalálod a videó leírásában. Most pedig a kiemelt híreink következnek. Az angol lapok szerint az Inter Miami szerződést kínálhat a, a jelenleg csapat nélküli David de Heának, aki nemrég állítólag nevet mondott egy csillagászati fizetések kecsegtető szaudi ajánlatra. Valószínűleg kevesen gondolták volna, hogy a 33 éves kapus nem fog rögtön csapatot találni magának, azt követően, hogy az előző szezon végén némileg furcsán távozott a Manchester United-től. De Hea 12 évadot húzott le az Old Traffordon, a szurkolók 4 évadban választották meg a csapat legjobb játékosának, és összesen 545 mérkőzésen húzta fel a klub mezét amivel hetedik az Egyesület örök ranglistáján, amelyen csak brit focisták előzik meg. Mivel azonban lábbal nem olyan ügyes, így nem illik bele az Erik Ten Hag által képviselt futball filozófiába, és nem kínáltak neki új szerződést, miután az előző lejárt. Ez még nem is volt olyan furcsa, az már annál inkább, hogy ez gyakorlatilag fű alatt történt, de Heá nem kapott hivatalos búcsúztatást, amit a szurkolók egy része nehezményez, főleg, hogy a helyére igazolt André Onana egyelőre nem remekel. Az ugyanakkor nem lehet véletlen, hogy a kapusnak egyáltalán nem idős spanyol azóta sem talált magának. Új klubot, pedig nem kell érte átigazolási díjat fizetni. Állítólag felmerült a neve a Bayern Münchennél és a Real Madridnál is, de egyikből sem lett semmi. A plegykák szerint azért, mert a Manchesteri sztárgázsiát, ami heti 350 ezer font volt, sehol sem közelítették meg az elképzelések. Jobban mondva, a legfrissebb hírek szerint egy helyről igen. A The Sun nemrég arról írt, hogy a Saudi El Nasser heti 500 ezer fontos bért adott volna a spanyol kapusnak, aki azonban nemet mondott a lehetőségre, hogy ismét egy csapatban szerepeljen Cristiano Ronaldóval. val De állítólag azért utasította vissza az arabokat, mert mert a felesége, a spanyol színésznő és énekesnő Edurne nem szeretett volna Szaudarábiába költözni. A kapus legszívesebben a Laligában folytatná, honnan a hírek szerint a Valencia és a Real Betis is megkereste, de a fizetési igényei túl magasnak bizonyultak. Most azonban az angol The Star arról írt, hogy DHA az észak-amerikai profiligában az MLS-ben köthet ki, ahonnan az Inter Miami jelentkezett érte. A részben David Beckham tulajdonában álló egyesület a nyáron már megszerezte Lionel Messi-t, Sergio busquets és Jordi Albát, de így sem tudott bejutni a rájátszásba. De a kapuban a következő idényben erre szinte biztosan több esélye lenne. A katalán El Nacional nevű portál szerint a Manchester United januárban megpróbálja megszerezni az Atletico Madrid klasszisát Antoine griezmann -t. A francia világbajnok egészen fantasztikus formában játszik, amióta 2022 nyarán végleg visszatért az atletico az FC Barcelonától. A 32 éves játékos az előző idényben 15 alkalommal volt eredményes aláligában, a jelenlegiben pedig 12 forduló után 8 találatnál jár, de négyszer beköszönt a bajnokok ligájában is. Mindez azt jelenti, hogy immár a második helyen áll a klubgól, gollövőinek örökranglistáján 169 találattal, és csak van lemaradva az élen álló Luis Aragonestől. Ráadásul nem csak a góljaival emelkedik ki a csapatból, hanem igazi vezéregyéniségnek számít, és kis túlzással a pálya minden szegletében feltűnik, ha kell középpályást játszik, vagyis szinte Lubickol jelenlegi Atletikóban. Már csak ezért is meglepő az a hír, amit elsőként az El Nacional hozott le, hogy aztán a teljes Bridgeport sajtó átvegye, miszerint a Manchester United januárban megpróbálja megszerezni griezmann -t. Az egész pletyka alapját az jelenti, hogy a francia Lékip korábban közölt információi szerint meglehetősen alacsony kivásárlási záradékkal rendelkezik, már 25 millió euróért elvihető. Griezmann állítólag az Atletikóhoz való visszatérésekor jelentősen engedett a fizetési igényeiből, és ennek fejében került be a kontraktusába az említett klauzula. Ez az összeg valóban nem tűnik magasnak. A Manchester United számára végképp nem, és a vörösördögöknek nagyon el kellene egy olyan típusú klasszis futbalista a támadó sorban, mint a francia. A Manchesteriek az érdeklődésüket állítólag azzal erősítették Griezmann felé, hogy meg a jelenlegi bérét, ami az Atletico-ban labértesülések szerint évi nettó 6 millió euróra rúg. Ha ez igaz, akkor a United évi nettó 18 millió euró körüli összeget adnak Griezmannnak, ami figyelembe véve, hogy jelenleg a vörösördögöknél legjobban kereső kázemíró is csak évi nettó 10 millió euró körül keres, nem kevés. Más kérdés, hogy a sztori nem tűnik túlságosan életszerűnek, figyelembe véve, hogy a francia támadó többször is elmondta, remekül érzi magát az Atletikónál, meg akarja dönteni Aragones klubrekordját, és ha egyszer távozik az Egyesülettől, akkor legszívesebben az Egyesült Államokba igazolna. Az FC Barcelonánál igencsak neheztelnek a spanyol szövetségi kapitányra Gavi súlyos sérülése miatt, és lapértesülések szerint januárban megpróbálnak majd valakit igazolni a tércalak szakadás szenvedett középpályás pótlására. Spanyolország vasárnap este az utolsó EB selejtezőjén hazai pályán 3-1-re legyőzte Grúzia válogatottját, ám a mérkőzés nem a gólokról marad emlékezetes, hanem azért, mert az FC Barcelona fiatal középpályása Gavi egy rossz lépés következtében tércalak szakadás szenvedett. Miután az eset során a meniszkusza is megsérült, ezért ez várhatóan legalább 9 hónapos kihagyást jelent a 19 éves játékos számára, vagyis ebben a szezonban már nem játszhat és az Európa bajnokságot is kihagyni kényszerül. Mindez rendkívül érzékenyen érinti a Barszát, hiszen Gavi fiatalkora ellenére alapember a csapatban. Ebben a szezonban eddig csak eltiltás miatt hagyott ki mérkőzést, ráadásul a középpályáról Frank de Jong is hiányzik sérülés miatt. A katalánok alaposan be is rágtak a spanyol szövetségi kapitányra, Luis de la Fuentére, aki szinte teljesen kicserélte a kezdő 11 a pár nappal korábban. Ciprus elleni találkozóhoz képest Degávinak nem adott pihenőt. Mivel a középpályás egy tétmérkőzésen szenvedett súlyos sérülést, így a klubnak jár némi kompenzáció a FIFA-tól. A jelenlegi szabályok szerint, ha egy játékos 28 napnál hosszabb időre dől ki, akkor a fizetésétől függően a sérülése idejére napi összeg áll az Egyesületének. Gavi esetében napi 20.548 euróról van szó, ami december 16-a után minden nap jár a katalánoknak, amíg a középpályás fel nem épül, így az összeg akár a 4-5 millió eurót is elérheti. Mindez persze alig a vigasztalja a Barcelona szakvezetőjét, akinek lassan elfogynak az opciója a középpályán, így aztán elképzelhető, hogy az Egyesület januárban megpróbál valakit igazolni ebbe a csapatrészbe. Ez a Barca anyagi helyzetében nem olyan egyszerű, de az kicsit megkönnyíti a klub dolgát, hogy a spanyol liga szabályai értelmében a súlyosan sérült játékos helyére érkező igazolás bérét nem számolják be az erre az idényre meghatározott pénzügyi fairplay keretbe. Ami ez az is kell, hogy az új szerzemény fizetése maximum a kiesett futballista jelen esetben Gavi bérének a 80%-a legyen. Gavi jelenleg évi bruttó 6, 10 millió eurót keres, vagyis az esetleges új igazolás ennek megfelelő bért kaphat fél évig, ami nem túl sok, arról nem is beszélve, hogy a katalánoknak amúgy sincsen sok pénzük arra, hogy komolyan erősítsenek. A spanyol sajtóban persze így is megindult a találgatás arról, hogy a katalán egyesület kivel erősítheti meg a középpályáját januárban. A legolcsóbb megoldás az lenne, ha visszahívnák a Gironának kölcsön adott Pablo Torrét, aki amúgy is csak kiegészítő ember a listavezetőnél, eddig csak csereként küldték pályára. Persze ez alapján a Barszának sem jelent majd nagy erősítést de felmerült a Real Sociedad erősségének Martin Zubimendi-nek a neve is a katalánokkal kapcsolatban, akik már régóta figyelik a 24 éves játékost, és ő valóban komoly igazolás lenne, de nem tűnik valószínűnek, hogy a baszkok a szezon közben elengedik egyik legjobbjukat, ahogyan az sem, hogy a Barca kifizesse a szerződésében lévő 60 millió eurós kivásárlási záradék összegét. Az elmondó deportívó egyébként úgy tudja, hogy ha érkezik is valaki alig, nem csak kölcsönbe jön majd, és a Tatenemátszpör argentin játékosa Giovanni Lo Celso is opció lehet. A londoni a nélkül elengedhetik el végre, alig játszik a Spursben, és a spanyol ligát is jól ismeri, hiszen korábban megfordult a Real Betisben és a Villarealban is. Ezzel szemben a madridi márka tegnap arról számolt be, hogy értesülései szerint a Barcelona senkit sem fog igazolni januárban Gavi pótlására. Ezt a feladatot a katalánok csapaton belül fogják megoldani, és ha érkezni is fog valaki a klubhoz a téli átigazolási időszakban, akkor az a brazil támadó Vitor Hóki lesz. A katalán sport úgy tudja, hogy Vinicius Junior sérülése miatt a Real Madridnál felmerült egy csatár januári kölcsönvételének a gondolata, és a klub jelöltjei között a lipcsei Timo Werner is szerepel. Nem az FC Barcelona az egyetlen spanyol sztárklub, amelyet súlyosan érintett az úgynevezett FIFA vírus, hiszen múlt héten a brazil válogatott színeiben a Real Madrid egyik legnagyobb sztárja, Vinicius Junior is komoly sérülés szenvedett. A támadó balcombjában ugyanis izomszakadást diagnosztizáltak, így idén már biztosan nem léphet pályára. A Realnál abban bíznak, hogy január második felében már ismét a csapat rendelkezésére állhat. Mindez azért is jön különösen rosszul a királyi klubnak, mert a támadósorban eleve meglehetősen szűkösek a lehetőségek. Karim Benzema nyári távozását követően a klub ugyan a Hosszel út, aki azonban nem ugyanaz a kategória, mint a francia világklassz is, és Carlo Ancelotti át is alakította a csapat szerkezetét. Rendre a két brazilt, rodrigo és Vinicius szerepeltetve előre tolt egy 4-4-2-es játékrendszerben. Miután most Vini kidőlt a sorból, az olasz szakembernek gyakorlatilag csak Rodrigo és Hosszú Hosszelu maradt csatárként. Persze végszükség esetén Brahim Diaz-t egy sorral előrébb de ez sem tűnik ideális megoldásnak. Januárig viszont csak ezzel a kerettel gazdálkodhat Ancelotti, aki esetleg felhívhatja az első csapat keretéhez a Real Madrid Castilla valamelyik fiatal tehetségét. De érthető, ha a spanyol lapok szerint a klubnál komolyan felmerült, hogy a téli átigazolás időszakban nem ártana még egy minőségi támadót igazolni. A barcelonai sport szerint erre az egyik jelölt nem más, mint az RB Leipzig játékosa Timo Werner, aki ebben a szezonban csak ki kiegészítő embernek számít. A 27 éves támadó először 2020-ban hagyta el a német klubot, akkor némi meglepetésre nem a Bayern Münchenhez, hanem a Chelseahez igazolt, ami nem bizonyult jó döntésnek, hiszen a londoniaknál nem ment neki a játék, de legalább nyert egy bajnokok ligáját. A Chelsea-t végül két évvel teltével hagyta ott, és akkoriban a Real Madriddal is kapcsolatba hozták, de végül megint a Leipzigben kötött ki, amely 20 millió euróért vásárolta vissza a korábban 53 millió euróért eladott játékosát. Werner már az előző idényben sem volt alap alapember, de azért 40 mérkőzésen csak összekapart 16 találatot. A mostani szezonban viszont végképp a kispadra szorult, hiszen eddig mindössze 4 találkozón volt a kezdőben. Ez már csak azért sem ideális helyzet, mert Werner a keret legtöbbet kereső futbalistája. Az éves bére nettó 10 millió euró. Nem csoda, hogy a klub szívesen megszabadulna tőle. Nemrég el is hangzott a sajtóban, hogy ha a csatár menni akar és megfelelő ajánlatot kapnak érte, akkor nem állnak az útjába. Eddig elsősorban angol egyesületekkel hozták kapcsolatba a támadót. Állítólag felmerült a neve a West Ham a Fulhamnél és a Crystal Palace-nál, de alig, hanem ő is jobban örülne neki, ha a Real Madrid érdeklődése valós lenne. Erre azért ugyanakkor mi nem vennénk mérget. Ezzel pedig az összeállításunk végéhez érkeztünk. Írjátok meg a véleményeteket az elhangzott hírekkel kapcsolatban a videó alatt kommentben. Ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha eddig még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra.